Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 30-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ezen a képen látható egy találkozás, és pontosan ez az ő terve. Ő szeretne veled találkozni. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Ennél a kártyánál láthatunk egy hamis nőt. Tehát hazugságok vannak a háttérben, és ő ezt érzi. Az is lehet, hogy ő fél ettől a nőtől. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek? Elmondja ő ezt, amit érez? Ezt megtekintjük a következő kártyánál. Ezen a képen láthatunk egy házat. Mivel ő találkozni akar veled, az lehet, hogy ő meg akar téged látogatni, vagy lesz egy meghívás, és szeretné, ha te látogatnád meg őt. De nem szabad elfelejteni azt, hogy itt hamisság van a háttérben, vagy ez a hamis nő figyel benneteket, és nála érezhetőek a félelmek. Persze ez a ház jelenthet anyagiakat is, vagy egy ingatlant. Lehet, hogy ez a hölgy be akarja őt csapni. A ház jelentheti a családot is, és az lehet, hogy ez a hölgy a feleség, vagy a volt feleség. A középső kártya mutatja a napi energiát, és ezt most megtekintjük. Ezen a képen látható egy utazás, egy új út, egy kiút, változások. Ez lehet egy belső út is. Azon kívül ez a kártya jelenthet egy kellemes meglepetést is. Nekem is van egy meglepetésem, mégpedig a Facebookon van két oldalam, az egyik Dendera Susanna Medici, a másik pedig Dendera Medici. Az egyik oldalon, mégpedig a Dendera Susanna Medici oldalon naponta nézhetitek azt, hogy mi várható a maja naptár szerint. Azt is leírom, ha kezdődik egy új hullám, vagy egy rezgés, ez olyan a maja naptárban, mint nálunk a hét. A maja naptárban le van írva, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, ez egy ilyen finom energiamező, azt is le fogom írni, így tudjátok mindezt követni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, álnéven, ez egy videófelvétel, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!